Hat miniszternek lesz a feladata, hogy új fizetésképtelenségre vonatkozó törvényt alkossanak meg, amely javítja a nemzetgazdaság versenyképességét, az ország nemzetközi megítélését, növeli a befektetői hajlandóságot is. A Mi Hazánk mozgalom pedig határozottan kérdezi, hogy mikor hajlandó végre a kormány egy új végrehajtási törvényt megalkotni. Tisztán látszik, hogy a jelenleg érvényben lévő végrehajtási törvényt saját magukra formálták a végrehajtók több mint 30 évvel ezelőtt. Ez idő alatt rengeteg társadalmi, gazdasági változás is történt egyaránt, ennek a törvénynek a központi eleme pedig nem lett más, mint hogy az eddigi állami szektorban tevékenykedő népnyúzó végrehajtókat kiemelték és profitorientált magánvállalkozásokká tették őket. A végrehajtás akkor letett alapjai pedig abszolút nem változtak sajnos, amikről kijelenthető, hogy mára már elavult, és senki mást sem szolgál ki ez az egész törvény, csak a végrehajtókat. Gyökeres változásra van szükség. Semmi szükség a népnyúzó, sokszor maffia módszereket alkalmazó végrehajtókra, és az ő hatalmukat bebetonozó, átláthatatlan jogszabályokra, amelyek többet között az adósok jogorvoslati lehetőségeit is csökkentik. Éppen ezért meg kell alkotni egy olyan végrehajtási rendszert, ami működőképes és adósbarát is egyaránt. A rendszer bukását remekül mutatja a korrupciós botrány, és itt szükséges kimondani, hogy az évtized korrupciós botránya lett az eredménye a kormánynak a 2015-ös végrehajtási reformkísérletének. Ennek orvoslására a hazai tendenciákat, gazdasági viszonyokat és az elmúlt időszak történéseit figyelembe véve kell módosítani végre valahára a végrehajtási szabályozást. Továbbra is hatalmas az igény az adósvédelmi rendszerekre és a különféle programok megalkotására és az ehhez szorosan fűződő végrehajtási törvénynek a különféle szakaszainak a módosításai iránt. A Mi Hazánk mozgalom határozott álláspontja, hogy korszerűsíteni kell, és a mai korhoz és kihívásokhoz kell igazítani a végrehajtási eljárást, aminek alapköve kell, hogy legyen az adósvédelem. Új alapokra kell helyezni a sokszor már-már átláthatatlan törvényt, és több elemében újítást kell kieszközölni. Első lépés, hogy non-profittá kell tenni újból a végrehajtást, de nem lehet megfeledkezni sem a ingó, sem az ingatlan elvrések részletszabályának a módosításáról, az elektronikus rendszer bővítéséről és megalkotásáról, vagy pedig éppen a becsérték megállapításának a szabályairól sem. És még sok-sok részében a végrehajtási eljárásban egyaránt változásra van szükség. Egy valódi és hasznos reformot kell végrehajtani a végrehajtási rendszeren belül.